Az SMTK Krúj Ivánról elnevezett csarnokában rendezték az idei felnőtt kötött fogású magyar birkózó bajnokságot. A szakák szövetségi kapitánya Sike András szerint ezek a versenyek is kellenek ahhoz, hogy a magyar birkózók újra érmesek lehessenek a következő olimpiákon. A Birkózó Szövetség elindított most egy programot, minél több fiatal próbál megnyerni a birkózásnak. Ennek megvannak az első jelei, de hát ez egy hosszú folyamat. Reméljük egy 10-20 év múlva már több birkózó lesz, mint most. A 8 súlycsoportban összesen 90-en indultak, köztük a tavalyi budapesti VB bajnok a Korpási Bálint, aki 7-0-ra nyerte a döntőjét. Így van, egész jól ment ma a birkózás, jó formában éreztem magam, jól sikerült a fogyás is, dinamikusnak éreztem magam, szóval elégedett voltam a mai teljesítményemmel. A 80 kilósok között az SMTK birkózója Nagy Péter lett az első, akinek nagyszerű szezonja van. Októberben sikerült megnyernem az egyetemi világbajnokságot, ezt követően megnyertem az 23-as magyar bajnokságot, azzal kvalifikáltam magam az Európa bajnokságra és a világbajnokságra is. A mai nap sikerült megvernem a tavalyi felnőtt EB és VB bronzérmes Szabó Lászlót, úgyhogy ennek nagyon örülök. Évek óta nem tudtam őt megverni, úgyhogy most ez egy nagyon jó nap számomra. A csapat pontversenyt végül a Honvéd nyerte. A piros-feketék 3 bajnoki címet szereztek. A második a Cegléd, míg a harmadik a házigazda SMTK lett.